Vannak reggelek, amikor azt gondoljuk. Igen, ma is egy jó napnak nézünk elébe. De nem biztos, hogy mindig úgy alakulnak a dolgaink, ahogy azt szeretnénk. Ősz van. Imádom ezt az évszakot. A levelek hullása, a sárgás árnyalatok mind olyan nyugtató hatással vannak rám. Úgy érzem, ilyenkor semmi sem ronthatja el a kedvem. De a villamost azért el kéne érni. Valahogy mindig jobban szerettem egyedül utazni. Tudod, amikor van egy szám, amit annyira meg akarsz hallgatni, és egész nap erre vársz, hogy hazafele elringasson a döcögős utakon. De nem lehet, mert beszélgetni kell az éppen felbukkanó ismerősöddel, aki valamilyen véletlen egybeesés folytán ugyancsak arra lakik, amerre te. Zenét meg közben nem hallgathatsz, mert az ugye bunkóság. Ráadásul azt se tudod, miről társalogj vele, mert azért annyira nem közeli ismerősöd. Múltkor is volt egy ilyen. Szia! Szia! Régóta vársz a buszra? Igen. Szép időnk van, nem? De. Szeretem az ősz. Én is. Tök jó. Mátéval megvagytok? Igen, megvagyunk, köszi. Ez egy N52-es? Igen. Eszméletlen. Képzeld el, épp tegnap olvastam róla a neten egy fórumban. Azt írják, hogy valami nagyon-nagyon jó kijelzője van, ezt nagyon eltalálták. És tényleg 512-es memória van benne, vagy csak 256-os? Mert azt olvastam, hogy a gyártó 512-es memóriával árulja, de ez csak valamilyen marketing fogás, és valójában az csak 256-os, és annak is nagy részét lehasználják, hogy gyári produkt. Tényleg így van, vagy? Hát nem tudom. Szoktam vele fotózni, meg csomó zenét is rá tudok tenni. Zenét? Aha. MP3 lejátszós? Igen. Államban nem gondoltam volna, már mondjuk azon se lepődnék meg, ha MP4-es lenne. Tudod, ezek olyan párok mindent bele zsúfolnak ezekbe a kis kütyükbe. Aha. Képzeld el, unokatesom most vett egy mobiltelefont, vonalkód leolvasós. Fogod a vonalkódot, kinyitod a telefont, lehúzod a vonalkód előtt, és kész, megvan minden adat. Hát hova fejlődik manapság a tudomány? Hát óriási, nem? De izgis. Na, megyek. De nem várod meg a buszt? Nem, mert nagymamám itt lakik, és fel kell még ugranom hozzá, most jutott eszembe, és... majd legközelebb beszélgetünk, jó? Értem. Na, jó, hát akkor... Szia. Szia. Szörnyű, mi? Na, de mindegy. A mai nap nem erről szól. Az én feladatom, hogy rendben tartsam a tantermet. Minden hétre ki van osztva valaki az osztályból, aki ezeket elvégzi. Korábban jövök be ilyenkor, hogy elég időm legyen kitakarítani.
imádom átolvasgatni a padokon hagyott üzeneteket, amiket a csoporttársaim firkálnak egymásnak. Sokszor olyan dolgokat tudok meg róluk, amiket másképp nem lenne alkalmam. Sokat tűnödöm azon, hogy amíg mi itt ülünk és gyakorlatilag nem csinálunk semmit, addig a világ sok más pontján még történhetnek ugyanebben az időben. Erdőket vágnak ki, újabb felhőkarcolókat húznak fel. Egy szerelmes pár épp most fogad egymásnak örök hűséget. Legyen már vége ennek a napnak. Te? Ó, én még itt rohadok hatig, nekem még órám van. Hatig? Szegény. De én 6-kor már a kedvenc éttermembe leszek a Mátéval. Na, hogy? Hát, ma egy éve, hogy összejöttünk. Komolyan? Ó, gratulálok. Köszi. Na, viszont most mennem kell, mert egy csomó mindent el kell még addig intéznem. Rendben, oké. Okay. Na, oké, okay, akkor hétfőn. Oké, okay, szia. Egy éve már, hogy Mátéval összejöttünk, és egyre jobban szeretjük egymást. Ezért nagy nap ez a mai. Kicsit korán jöttem. Na nem baj, egy kis várakozásba nem halok bele. Késik. Kezdek aggódni. Sosem szokott ennyit késni. Felhívjam. Nem, különben megint a fejemhez vágja, hogy feleslegesen aggódom, meg minek pazarlom a pénzem ilyesmire. Várok még. Hát a dugóban van. Megesik az ilyesmi. Nem, ennyit biztos nem késhet. Jaj, remélem nem történt semmi baja. Nagyon nem érdekel, felhívom, még ha meg is haragszik érte akkor is. Szia! Merre vagy? Mi az, hogy még otthon? Nem, 5 órát beszéltünk meg. Jó, nem haragszom, csak akkor most gyere ide. Mi az, hogy nem fog menni? Megbeszéltük. Milyen ritára? Igen, mi van vele? Mi az, hogy igen, csak megtetszett, mi felhívtad, hogy találkozzatok, és akkor... Azt mondtad neki, hogy okés, de mire mondtad azt, hogy okés? Most ezt komolyan mondod, vagy most szórakozol velem? De mit nem? Itt várok rád 1/2 órája, és tök hideg van, mit nem? De nem hagylak, hát most ennyit nem érdemlek meg, hogy ide gyere? De mi az, hogy nem? De nem hisztizek, én nem szoktam hisztizni. De ne üvöltözzél már velem! De nem hisztizek! De ne szórakozzál már most velem, tök jól megvoltunk. Erre most mondod, hogy Rita, meg hogy hagyjalak békén, meg ilyenek, miről beszélsz? De mi az, hogy eleged van? Ne mondjál már ilyet, beszéljük meg legalább, vagy valami. De ne, mi az, hogy ne keresselek többet? Le nem erd rakni, Máté, ne rakd le! Máté! Máté! Máté, ne ragd már le! Máté, itt vagy! Máté!
Sajnos nem mindig alakulnak úgy a dolgok, ahogy azt mi szeretnénk. Ma is azt hittem, hogy egy felejthetetlen napnak nézek elébe, és lám, hát így is lett. Sosem gondoltam volna, hogy egy szakítás ennyire felzaklathat.